Ez itt a sárika. Sárika. Az meg ott a sáska. Az történt, hogy a sárikának az volt a szokása, hogy a gyíkokat vadász, és ezeknek a gyíkoknak egy része nem érte túl ezt a vadászatot, és hát voltak így a lakásban gyíkfejek, meg egy gyíkoltestek, meg ilyen dolgok, és akkor az történt, hogy feküdt egy gyíkoltest valahol a hát egy lakásból nem tudtam róla, és akkor így mentem így nagy elánnal, aztán így szépen széttaposítottam a belét egyiknek. És akkor nagyon-nagyon leszittem a sárikát, és akkor azt mondtam neki, hogy sárika, miért nem vadászol inkább pókokra, vagy vegyek rá, így az nem az, a pók az igen, de utána tehát ítózok tőle. És hát a sárika úgy döntött, hogy békén adja a gyíkokat, és ehelyett ilyen hatalmas élő sáskákat hoz fel, akik így repülnek. És nagyon be vagyok szalva, mert nehogy felém repüljön. Ez egy igen nagy, ez egy ilyen, hát kb. 6 centis, csak így nem látszik, egy kicsit messziről próbálom fölvenni. Szóval a sárika megoldotta a kérdést, mert most már csak sáskákat hoz, hát az is zöld, meg az is mozog, sőt repül is. Csak az az egyetlen probléma ezzel, hogy amikor legyőzetik az ellenfél, akkor ő mindig megeszi. Viszont a gyomra nem bírja, akkor takaríthatok utána. De most már lágcsálja. De hát a sárika nagyon szeret, mert végül is engedelmeskedett nekem, csak most. Sárika, inkább kidobom, mert na hát már mindegy. Ebből már vacsora lett. Így ropog. Most meg kell enni. Sárika, nem muszáj megenni. Jó, hát. Azt hiszem, most is takaríthatok.